részletes, méreható, informatív. A számomra India igazából a spiritualitás és a történelmi tudatnak egy igen érdekes kapcsolatát jelenti. Témák, melyek összekapcsolják Indiát és Magyarországot. Az, hogy East meets West, ez elindított egy folyamatot, hogy arra kellene rájönnöm, hogy hogyan lehetséges az, hogy két teljesen különböző kultúrában lévő ember együtt tud működni, és valami csodálatosat tud alkotni. Tudományos együttműködések, kulturális eszmecserék. Az ajurvédától a jógáig. Az ajurvéda jóga nélkül és a jóga ajurvéda nélkül elképzelhetetlen. Az ajurvédát azért szeretem, mert a legkomplettebb egészségtudomány. Komplettebb, mint az általunk használt nyugati gyógyászat. Beszélgetések, melyek felnyitják szemeinket és bővítik tudásunkat. Hát én úgy éreztem, hogy az elején ez volt a feladatom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy van egy ilyen ország, aminek ilyen hihetetlen összetett és hihetetlen mélységű kultúrája van. Próbáltunk olyan helyszínekre is eljutni, ahol nagy valószínűség szerint soha nem hallottak még, vagy élőben nem láttak komoly zenei koncertet és előadást, és úgy gondolom és úgy érzem, hogy mi csak ráerősítettünk arra, hogy föltettük az indiai kulturális térképre azt a Magyarországot, amit mi szerettünk volna megmutatni. Diplomácia és kétoldalú kapcsolatok, tudomány, gazdaság, egészség, üzlet és kultúra, párbeszédben India és Magyarország. Indiában olyan földrajzi diverzitást tapasztaltam, amihez foghatót még soha. Az indiai cégek 2018-as adatok szerint, amit ön is idézett, már a 10 legnagyobb befektető között találhatóak, és közel 7000 embernek adnak munkát. Interjú sorozat magyar szakértőkkel változatos témákban. Igazi betekintést kínáló részeket kínálunk önöknek. Áthidaljuk az ismereteink közötti szakadékot. Érdekli India? Szeretne többet megtudni erről a távoli és csodálatos országról? Kövesse ismeretterjesztő riport sorozatunkat. Párbeszédben India és Magyarország. Minden hónapban új epizódokkal jelentkezünk. Tartsanak velünk!